Parázsvita alakult ki a ma reggeli startban Gaskó István volt szakszervezeti vezető és a műsorvezetők között, a nemrégiben napvilágot látott szakszervezeti költések ügyében. A volt ligaelnök szerint valóban több százmilliót költöttek az ajtós időre sori székházra, de szerinte ezt az újságírók leszűkítik egy-egy tárgyra, hogy minél nagyobb legyen a botrány. Elmondta azt is, hogy nem igaz, hogy a saját irodájára 50 milliót költött. Mivel magyarázt, hogy miért kell ennyire drága folióra? Hát ez nem drága, ez a legolcsóbb folióra ebben a kategóriában, ne haragudjam. Milyen kategória az? Hát a különféle folióra. Hát nézze meg az aranyozott folióraikat, meg a nekem egy 5000-es lóg a falamon. Hát ez a maga problémája, majd lesz egyszer másik. De na, hogy igénytelen vagy. Oké, vállalom, de lehet, hogy egy szakszervezetnek nem a folióra kellene 320 ezret költenie. Ezt ön honnan tudja? A szakszervezet ezt eldönti, és el is döntötte. A szakszervezet falióra ügyben összeült, a buszosok, a vasasokkal. De nem az ügyes, nem azt mondta Gaskó az Emiliának, hogy mindenki annyit ér, amennyire van? Majdnem azt mondta, igen. Hát magának 5000-es falióra. Szóval én nem tudom, ez milyen jelenség, amit láttam. Hát az uborka csak azt akarom mondani, borzalom. Hogy ez a Rolls Royce, amit a kapu előtt vár engem, az abban a kategóriában a legolcsóbb. Hova jön egy Maseratihoz, meg egy Lamborghini? Hogy a Gaskóról mi a véleményem, azt már többször elmondtam, most várom, hogy lesz-e belőle per, szívesen venném egyébként. Mert megint mit csináltál vele? Azt hiszem, hogy azt mondtam róla, hogy azt hiszem, hogy azt nem ismétlem meg, mert az... Még egy perc. Bántottam, tehát rosszat mondtam róla, de nem ez az érdekesem, az, hogy mondtad olyat egy szakszervezeti vezető, hogy ezt a szakszervezet megszagadta, a sztrájkra van, a szolidaritásra van, a segélyezésre van, az rendezvény. És nem a kapukos tavarára. De függ, hogy ki a szakszervezet? Hát nem lehet, hogy a szakszervezet úgy hívják, hogy Gaskó? De ő persze úgy gondolja, a szakszervezet. Ő a szakszervezet. De nagyon fontos tényt szeretnék itt megosztani veletek. Gaskó, vagyonvesztés lépett fel, mert az ezt megelőző napon vendége volt egy másik televíziónak, ahol szintén firtatták a faliórát, ami 320-ba került, ez volt a bekerülési ár, és azt mondta a Gaskó, hogy ez ma már 600 ezeret ér. Majd másnap bejött az Emiliához, és azt mondta, hogy 500 ezer. Egy nap alatt vesztettek 100.000 forintot a fal. Tehát mégsem volt az jó befektetés. Tehát, hogyha hazudik az ember, akkor már legalább írja fel. Figyelj, romlik az órák. Tehát mit mondott az Eszterházi, hogy mérhetetlenül nehéz úgy fillenteni, az ember nem is méri az igazságot. Hát igen. És ti el tudjátok képzelni azt, amikor a közgyűlésen szavazásra bocsátották, a faliórát, hogy milyen kategóriát faliórát. De a Gaskóról tudjuk, hogy ő már annak idején bajban volt ugye a vasuknál, hogy valahogy a pénzeket nem úgy kezelte, ahogy azt szerették volna, és akkor viszont mindig ilyen visszafogott és szerény volt, akárhol is ült. Ezt külön szerettem benne. Egyébként az van egészen furcsa, és szakadjunk el Gaskótól, hogy szakszervezeti ügyekről egy falióra mentén beszélgetünk. Viszont a szakszervezeteknek egy normális tagozott társadalomban egészen más volna a szerepe. Igen. De még ma is más, akár... Belépsz, és én elhatároztam, hogy szakszervezeti mozgalomban kívánok karriert befutni. Jeleztem is nálunk az önkormányzatnál a szakszervezeti bizalminak. Nem nagyon akar felvenni. Meg is érdeklődtem, 3000 forint lenne a tagdíjam. Nem nagyon akar felvenni, de gondoltam, hogy előre lépek, csak amikor már az elnökséghez kerül az ember, akkor nehezen szavazzák meg, mert azok nagyon jó fizetések. Nem tudom. A szakszervezeteknél. De egyébként ezt meg beszéljük már nagyon röviden, hogy ugye annak idején a proletáriátus, a marx értelemben vett proletáriátus volt a szakszervezet magja. Tehát a idézőben az ipari munkásságot tömörítette. Ma, amikor a szolgáltatások előre léptek, amikor az ipari termelés kikerült Ázsiában, most már Kínából megy tovább Fülöp-szigetekre, meg Tajföldre. Vagy tulajdonképpen van egy olyan szolgáltató szektorban dolgozó kik, társadalmi réteg, amelyik nem szerveződik, vagy nincs rá igénye, vagy hát nem, valószínűleg nem akar olyan fajta védelmet, amiben baja lehet. Tehát szerintem egyszerűen a félelem is irányítja azt, hiszen hogy a szakszervezetek el, hogy mennyire jól megváltoztatták a sztrájktörvényt, hogy milyen lehetetlen ma
egy legális sztrájkot megszervezni, hogy az, ami a kötelező szolgáltatás, azt fölemelték a csillagos égig. Észre nem veszed, ha egy közlekedési sztrájk van mondjuk Budapesten. De pont ezzel... Mert a kötelező, bocsánat, a kötelező szolgáltatás, amit a sztrájk alatt nyújtaniuk kell, az majdnem egy teljes szolgáltatás. Igen. Pont ez ellen kellett volna a szakszervezeteknek tiltakozni, csak az van, amit a Júli mondott, ismételd meg, légy szíves, hogy nem a szakszervezet, amit mondtál az előbb, nagyon jót mondtál, hogy a pénz, tehát hogy csak a pénz van és nincs érdekvédelem. A fizetések jók, csak a szakszervezetek. Igen, és nagyon nagy szükség lenne pártoktól független érdekképviseletre minden egyes ágban, de addig nem fognak belépni a dolgozók, amíg nem látják az értelmét. Jó. Nézzük a reklám előtti utolsó bejátszást.